Lehet, hogy csak én vagyok vele, de egy felülről lefelé top-down felvételre annyira nehéz a legjobb megoldást megtalálni, pedig annyira egyszerű lenne. Nyilván vannak erre dedikált rigek, vagy felépítheted a sajátodat, használhatsz állványt, vagy az a rendszer, amit én találtam ki, szerintem a legegyszerűbb és legkönnyebben használható, nagyon olcsón kialakítható, és pontosan ezt fogom megmutatni, hogy hogy működik az én top-down világítás és kamera rendszerem. Vágjunk bele, de előtte intro. In medias res, vágjunk bele, és megmutatom azt, hogy ez a teljesen pénztárcabarát rendszer egy Neuer C-Standből, az Amaran 100X-ből és egy 60x90-es softboxol áll, illetve még használom az Elgato Magic Mountját és egy nagyon egyszerű Acra Swiss-es ballheadet. El fogom mondani a videó végén, hogy miért a Neuer C-Standet választottam, de először beszéljünk az Amaran 100X-ről. Ez egy 100 wattos bicolor LED lámpa, nagyon olcsó, 125 ezer forint, mármint ahhoz képest olcsó, hogy milyen durva a fényereje, hogy lehet állítani a színhőmérsékletet, hogy a Sidus Link-appal lehet használni és módosítani rajta dolgokat, amit nagyon szeretek benne, és nagyon jó minőségű fényt ad. Tökéletesen illeskedik a többi Aputure és Amaran lámpához, fényhez, és nem csak persze top-down view-ba lehet használni, hanem akár portréfotózásra, vagy bármilyen videókészítésre is nagyon jól tud működni. Most beszéljünk a fényerőről, ami szerintem olyan, mint autóknál a lóerő. Ahogy mondtam, az Amaran 100X egy 100 wattos COB LED lámpa, ami nagyon durva, de kétszer annyi fényt biztosít, mint egy 300 wattos tungstenes Fresnel fény. A léptetése amúgy 0 és 100% között 1%-onként működhet, és a következő dolog, amit beszélünk át, hogy mennyire fontos az, hogy jó minőségű legyen a szín. Hogyha számodra is fontos ez, akkor mondjuk kezdésnek mondd el mondjuk, hogy te milyen fényeket használsz, mi az, ami számít a fényhelyességben, és miután kommenteltél, menjünk tovább arra, hogy milyen szenáriókban jön elő az, hogyha van egy jó szín minőségünk. Ugye, hogyha valahol forgatunk, akkor rengeteg különböző színhőmérséklettel, színminőséggel találkozunk, például, hogyha egy szobában van egy régi lámpa, az melegen villog, ami teljesen más, mint egy mondjuk téli, hideg, kék ég. És biztosan te is voltál már úgy, hogy ott vagy egy lokáción, és annyi különböző szín és fénytípus van, és pontosan ez az, amit meg tudunk oldani egy olyan fénnyel, mint az Amaran 100X, mert az egyik kis hátsó csavaróval be tudjuk állítani a szín hőmérsékletet 2700 és 6500 Kelvin között. Pontosan ez a flexibilitás garantálja azt, hogy nagyon könnyen tudjuk meccselni a színeket, vagy akár kreatívan is tudunk alkotni és kitalálni, hogy milyen irányt szeretnénk az adott jelenetnek. Mélyebbre ásva, lehet, hogy te is tapasztaltad már, hogy a felvételedet mikor visszanézted, akkor volt valamilyen elszíneződés rajta a tintelés vagy a hue-kkal. Ha pedig nem történt még veled, akkor biztos, hogy fog. De ha történt, akkor mondd meg megint kommentbe azt, hogy hogy kezelted, és azóta pedig mit teszel azért, hogy ez ne történjen meg. Pontosan ezért nagyon fontos, hogy magas legyen a TLC és a CRI érték, ami az Amaran 100X-nél 95+, tehát az, hogy akkurátus legyen, az garantált. Na menjünk tovább még az értékekkel. Az Amaran 100X 2400 luxot ad, hogyha nincs rajta semmilyen reflektor, és 22500-at reflektorral 1 méterről 2700 Kelvinen. 5600-on 3700 lux, hogyha nincs rajta semmi, és 34300, hogyha van rajta egy reflektor. Pont most jutott eszembe, hogy amúgy még nem is unboxingoltuk, meg néztük meg, hogy milyen a felépítése, úgyhogy ha már eddig végignézted a videót, biztos, hogy fontos számodra az, hogy mennyire könnyen hordozható valami. Na most az Amaran széria az plastik, de mégis nagyon strapálló, és csak 3,4 kg, és a beépített hűtőrendszere, ventilátora garantálja azt, hogy bármeddig használhatjuk, és nem fog felmelegedni.
Ugye ez egy COB fény, és tipikus Bowens mountot használ, de van rajta egy ernyő csatlakozás is, tehát tényleg végtelen lehetőségünk van a modifikációra, a fény modifikációjára. Akár hogyha lágy fényt szeretnénk, vagy erős fényt, vagy egy spotlightot használni. Például, hogyha már itt tartunk, ugye én a top-down view-hoz egy négyszög alakú softboxot használtam, amit mindjárt el is mondok, de előtte még beszéljük át az effekteket, ugyanis 9 beépített van olyan, mint paparazzi, tűzijáték, pulzálások, és ezeket mind tudjuk színhőmérsékletben is állítani. És azon felül, hogy egy nagyon magas, fix fényt bocsájt ki, el kell mondjam, hogy a use case-ek, amikre lehet használni, tényleg végtelenek. Én például termékvideózáshoz nagyon jól tudok játszani a Sidus linken belül azzal, hogy mondjuk az egyik fénybe ilyen effektet rakok, a másikba olyat, még változnak a színhőmérsékletek is, és tényleg egyetlen egyet tudok róla mondani, pont a Sidus linkkel összekapcsolva, hogyha majd lassan építgetjük a fényparkunkat, hogy próbálkozzunk minél többet, és ezáltal, ahogy kitalálunk néhány jelenetet, hogy forgatunk, a kreativitásunk még nagyobb teret fog kapni arra, hogy alkossunk. Itt szeretnék kihangsúlyozni egy olyan funkciót, ami akkor lép elő, hogyha mondjuk ilyen top-down view-ba is vagyok, és túl magason van a C-standen ugye a fényem, egyszerűen nem férek hozzá, pedig nagyon könnyű a két hátsó tekerővel kontrollálni mindent, de ilyenkor jó megint a Sidus Link, ami tényleg a kedvenc alkalmazásom, akkor is, ha össze szeretnék szinkronizálni fényeket, és akkor is, hogyha mondjuk nem érem el. Egy úgynevezett mesh technológiája van, és az Aputure meg Amran fények automatikusan kapcsolódnak rá, de az új iPad-es verziójában képzeld el, hogy bármilyen DMX-es csatlakozót is össze tudunk párosítani vele, és nem csak a fényerőt, a színhőmérsékletet, hanem minden mást is tudunk kezelni. Most pedig beszéljük át a softboxot, amit a top-downra használok. Ez az Aputure Light 60x90 cm-es, egy tipikus Bowens mounttal lévő négyszög alakú softboxról van szó, amibe kettő diffúzor is van, ami egy másfeles és egy kétfeles, két és fél se, nem tudom kimondani, egy két és fél szeres stoppot biztosít, amivel még lágyabbá tudjuk tenni, és amúgy benne még van egy 45 fokos grid is, amit elé rakhatunk, ugye ez a mésejt rács. Az egész 1,2 kg súlyú, és tipikusan ezzel a négy pálcikával kell összeraknunk, amit az egyetlen negatívum ezzel a softboxal, mert utálom, amikor így az utolsót próbáljuk így lenyomni és berakni. Menjünk tovább, a kamerát az Elgátónak a Flex árnyával szoktam rögzíteni, azért tetszik nagyon, mert sok pozícióban tudom beállítani, hogy én milyen szöget szeretnék, és hova szeretném helyezni magát a fényképezőgépemet, amúgy egy nagyon durván megdolgozott fémből készül, és a kis Sony ZV-1-emet tökéletesen tartja. Talán a A7-es 3-at egy nagyobb lencsével nem bíznám rá, de ez ugye a top-down view-ra értendő, mert amúgy, hogyha csak simán mondjuk vertikálisan rárakjuk, akkor megtartja tényleg még egy nagyobb kamerát is. A végére amúgy egy egyszerű ball headet rakok, és Arca SRISCAD csatlakozó van rajta, hiszen mindegyik kamerámat mindegyik eszközömre ezzel a Quick Release System-mel szoktam használni. Erről amúgy készítettem egy külön videót is, mert tényleg szerintem ez a legegyszerűbb módja annak, hogy egyik helyről a másikra átrakjuk a kameránkat, és közben ne akadjon meg a kreatív flow-nk. Az utolsó dolog, amit hagytam, ugye a C-stand, ezt említettem is az elején is, azért hagytam a végére, mert van egy külön videóm arról, hogy mennyire sok dologra jó a C-stand, és miért gondolom azt, hogy mindenkinek legalább egyet be kell szereznie. Úgyhogy ha érdekel, hogy ez miért van így, akkor nézd meg ezt a videót, vagy ahogy mondtam, nézd meg a quick release-es videómat. De mára ennyi, remélem tetszett a videó, ha igen, akkor lájkold, iratkozz fel, csengőt nyomd be, még rengeteg izgalmas tartalmam jön ilyen praktikákkal is, mint ez, termékreviewkkal, illetve vannak krími bírójaim, ahol a forgatást is megmutatom. Ha ezek érdekelnek, akkor mindenféleképpen tudod, hogy mi a dolgod, iratkozz fel, és mondjuk nézd meg valamelyik videót itt. Köszi, hogy itt voltál, szia, sziasztok!